Sziasztok, drága YouTube nézőim! Most egy fesztiválbloggal jelentkezek, illetve nem az egész a fesztiválról fog szólni, de tegnap kezdődött el itt Debrecenben a Campus Fesztivál, ami minden évben kiegyhetetlen, mióta így az eszemet tudom, vagy legalábbis mióta elengednek otthonról anyáig. Úgyhogy már nagyon-nagyon vártam, mert ilyenkor van az, hogy találkozhatok a debreceni barátaimmal, meg olyanokkal is, akik nem feltétlenül a közeli barátaim, de mondjuk nagyon ritkán futunk össze és tudunk beszélni pár szót, úgyhogy nagyon-nagyon vártam. És tegnap már volt a 0. nap, akkor nem videóztam, ma fogom kezdeni, de tegnap is tök jó volt, igaz, hogy túl sok koncerten nem voltunk, viszont olyan mi volt, mert nagyon sokan odajöttetek hozzám, és beszélgettünk, képet csináltunk, meg csak egymásra mosogtunk és köszöntünk, meg ilyenek, úgyhogy úgyhogy nagyon nagy élmény volt, voltak jó dőt is, megköszönt, hogy egyetem videózok, és annyira jó eset is, aranyosak vagytok, úgyhogy tehát nagyon-nagyon boldoggá tettetek. És a mai program az lesz, hogy most itt vagyunk az egyik barátomnál, egy gimis volt a osztálytársamnál, és nála lesz egy ilyen mini hambi party, ami azt jelenti, hogy ő sütni fog rendes hamburgereket, én pedig szokás szerint hoztam magamnak kaját, csináltam otthon szapizsemléket, meg tofut hoztam bele egy pogácsinak, csinálni akartam ilyen zöldségburgereket, de arra már most nem annyira volt kapacitásom, úgyhogy mindegy, jó lesz, lényeg az, hogy lesz nekem is kaján. És aztán majd ilyen késő délután, kora este kimegyünk valószínűleg a fesztiválra, és akkor ott folytatódik a kaland, majd megmutatom, hogy hogy néz ki idén a helyszín, milyen programok vannak, milyen koncertekre megyünk, meg minden, amit úgy gondolok, hogy elég érdekes lesz, azt megmutatom, úgyhogy tartsatok velem! Használhatom az újdonsült esőkabátunk. Képzeljétek, a Star Network volt nagyon jó fej, és intézett nekünk egy VIP jegyet, ami azt jelenti, hogy most csinálnak egy csütörtökön az első nap egy ilyen nyitó VIP rendezvényt, úgyhogy most éppen oda tartunk először is, megnézzük, hogy mi lesz ott, aztán pedig valamelyik koncertre végre remélem eljutunk. Az időjárás úgy döntött, hogy nem annyira fesztivál időjárást kapunk most így erre a hétvégére, mert hogy konkrétan most mondta, egy ilyen jó kis másfél-két órás olyan szintű nyári zápor, hogy így bent áznak a falak a házban tőle. Nagyon-nagyon rövid időn belül rengeteg víz lezúdult, úgyhogy most abban bízunk leginkább, hogy ezt így most kieste már magát, és aztán mire megyünk ki a erdőre, addigra szép idő lesz megint, mint egyébként tegnap is volt, amikor úgy bejelentkeztem a keleti buliból, és ott ültem esőkabátban, akkor ez udult egy hatalmas eső, és aztán egész estére tök jó volt, úgyhogy ebben bízok ma is. Elég nagyon fáradt vagyok, nem videóztam nagyon sokat este, mert egyrészt sötét volt, meg a hangulatomat is megzavarták bizonyos zavaró körülmények, amikről inkább nem is szeretnék beszélni, és a hangulatom az így néha nagyon jó, néha nagyon nem. De voltunk tök jó koncerteken, nagyon jókat ugráltam, táncoltam, bulisztam. Voltunk egy Elefánt nemű zenekarnak a koncertjének, akiről még őszintén soha nem hallottam, de tök jól éreztük magunkat rajta. Voltunk egy-két halott pénz számon, egy-két majka számon, meg nem tudom, ilyen ismeretlen, eddig számomra ismeretlen zenekarokat hallgattunk meg, de tök jó volt. Ma fogalmam sincs, hogy mit fogom meghallgatni, de a holnapi napot várom nagyon, mert akkor lesz a két kedvencem, a Vatfutik és az Intim Tornai Legár, illetve két barátomnak is lesz koncertje, úgyhogy majd ezek között a koncertek között fogunk valószínűleg így lavírozni. Ma megalakul, ahogy alakul, hogyha olyan lesz, mint tegnap, akkor tök jó lesz. Tegnap egyébként hajnal 4-re jutottam el idáig a szobámig és az ágyig, és akkor aludtam el, és 10 után keltem, úgyhogy nem mondom, hogy fú, de kialudtam magamat. Aztán még elmentem edzeni is egyet, hogy attól hát a felébredek.
És most még elég nehezen veszem rá magamat, hogy összekészüljek és elinduljak, de el kéne, úgyhogy... Egyébként nem tudom, így tapasztalatban mondom, mindig azok a nagyon pontos sikerült napok, amiktől nem várunk sokat, úgyhogy így legyen ma is, gyertek velem ma is a Gambusz Fesztiválra. Sokszor szoktam nektek emlegetni, hogy jövök haza Debrecenbe, de most is jött le, hogy úgy Isten igazából Debrecenből még semmit nem mutattam meg nektek szinte. És egy olyan kérdésem lenne, hogy érdekelne esetleg titeket egy ilyen vlog, hogy hazajövök, és így körbejárjuk azokat a dolgokat, amiket érdemes itthon látni, mert úgy szerintem Debrecen egy nagyon királyváros lett az elmúlt években, meg pláne. És szerintem tök sok érdekes dolog van, ami nekem egyébként természetes, mert itt lakok, mióta az eszemet tudom, de lehet, hogy annak, aki még nem járt itt, vagy aki még csak éppen így turistaként érintette, annak nem egyértelmű, és szerintem tényleg egy tök jó ilyen nyaralási célpont lehet így Magyarországon, úgyhogy ha érdekel neked, akkor szóljátok és csináljátok egyszer egy ilyet is. Negyedik napját írjuk, és megmondom őszintén, szerintem én most megint kibuliztam magamat így a következő egy évre a következő kampuszig. Ez egy picit nagyon tömény volt azok után, hogy nem nagyon szoktunk így nagyon koncertezni, bulizni, meg inni, meg ilyenek. Egyébként nagyon jól érezem magamat, de már iszonyat fáradt vagyok, és így arra tudok gondolni, hogy mikor fogok aludni. Viszont ma lesznek a legjobb koncertek, amiket legalábbis én nagyon szeretek. Ahogy már meséltem, lesz két barátunknak is koncertje, és utána megyünk még a Vatfruttikra, az Intim Torna Illegálra, meg... Andris is még kinézett pár zenekart, akit nem ismerek. Na mindegy, a lényeg az, hogy ma egy picit programdúsabbra érkezik a nap, mint tegnap. Úgyhogy remélem, hogy annak ellenére, hogy nagyon fáradtak vagyunk, már jól fogjuk magunkat érezni. És az a helyzet, hogy holnap meg indulunk vissza Pestre, és hétfőn pedig le a Balatonra egy hétre Andris fugával és a barátjával. Úgyhogy még egy hét ilyen programosabb kis időszak vár ránk, amit nagyon-nagyon várok egyébként, mert tök jó lesz így négyesben nyaralni. Tavaly is voltunk, arra is készült egyébként egy videó, amiben volt ilyen edzés, meg nem tudom, tehát ilyen balatoni vlog volt. Lehet, hogy idén is fogok videózni, majd meglátjuk. Úgyhogy ezt már várom nagyon, csak most ránk fog férni egy jó nagy alvás, de előtte buli! Sziasztok! Visszatértünk Budapestre közben. Lehet, hogy a kamera minősége is egy picit másabb, mert a másik kamerával videózok most. És az élet nem áll meg, programozunk tovább. Négyen vagyunk, itt van Andris, Huga és a barátja. És így fogunk, ahogy már meséltem, indulni Balatonra jövő héten, illetve már holnap. Viszont már még van egy nagyon szuper kis programunk, amiről most többet nem árulhatok el, ugyanis van egy szülinaposunk, akinek meglepetés lesz az egész. De amint ott vagyok, megmutatom, és remélem, hogy izgi lesz és lesz mit mutogatni rajta. Úgyhogy oda indulunk most nem sokára, és ezt is megmutatom. Aztán pedig holnap indulás Balatonra. Körzetük az autópálya, tempójuk halálos. Már izgulsz? Igen, nagyon, mint egy kis gyerek. Baj.
mikrofon. Ugye a múltkor voltunk a Harry Potter szabaduló szobában, és annyira élveztük, hogy gondoltuk, hogy elhoztunk Krisztiánt is szülinapi alkalmából egy másikra, ahol a kisfilmben láttuk, emberi csontokkal fogunk foglalkozni, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy innen kiszabadulunk. Sokkal izgalmasabb.